Nézzük meg, hogy a liturgiában mi és miért zajlik, erről fogok beszélgetni most Sándor atyával, akit szeretettel köszöntelek. Sándor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökkel, én köszöntelek és köszöntöm a tévénézőket is. Beszélgettünk már korábban a liturgiáról, mert néha tényleg nem tudjuk, hogy mi miért történik, és a húsvéti szertartások azok egyszer vannak egy évbe, és mindig nagyon különlegesek átélni is őket, gondolom elvégezni is őket, de mi, hogy zajlik a húsvét, hogy zajlik a nagy hét, virágvasárnap igazából már elkezdődött az ünneplés. Így van, virágvasárnappal elkezdődött, belépünk erre a hétre, ugye itt a keresztényeknek, a katolikusoknak főleg a legfontosabb ünnep lenne az egész húsvét, és ezt inkább egy egész évbe véve kell nézni, tehát a virágvasárnap az egész hét, de ez nem mindig volt így azért, hogy ez egy ilyen központi ünnep volt, sőt, talán még a mai napig a legtöbb ember fejében azért az van, hogy a karácsony a legnagyobb ünnep. Mindenesetre az a sokkal inkább közérthető ünnep, egy nagyon kedves családias ünnep, és Krisztus kereszthalálának és feltámadásának az ünnepe azon sokkal nehezebben emészthető azoknak, akik nem hívők, vagy ritkán járnak templomba, mert ez egy hit központi kérdése, és hogy mondjam, ehhez hit kell, hogy van valaki, aki meghalt és feltámadt. De az, hogy egy gyermek megszületik egy kis istállóban, egy nagyon kedves, nagyon családias, de itt teljesen másról van szó. Van egy ember, ez a Jézus, aki itt az egyik saját tanítványa elárul, gonosz emberek feljelentik, igazságtalan bíróságon elítélik, szörnyű halált hal, de utána él. És ez ennek az ünnepe. Tehát ezt azt gondolom, hogy valóban a hit tudja megvilágítani, hogy mi történik itt. De még azok az emberek is hordanak keresztet a nyakukban, akik igazából nem tudják, hogy miért. Tehát nagyon gyakran visszaköszön a kereszt szimbólum, bárhová nézünk. Tehát ha így nézzük, azért az egész világ valahol készül a húsvétra egész évben, vagy rá gondol erre az ünnepkörre? Én azt gondolom, hogy visszaköszön valóban a kereszt, de nem eléggé. Mondjuk, hogy amikor volt a világifjúsági találkozó, akkor voltam kint, hol is volt az egyik? Rióban, Rio de Janeiroban. És ott azért lehet látni, hogy milyen egy keresztény társadalom. Az teljesen más. Tehát ott az egész életet átszövi, akkor is, hogyha nem felhőtlen ott sem a keresztények életet, de az egész társadalmat átszövi a kereszténység, és én arra gondoltam, amikor ott voltam, hogy ilyen lehetett Magyarország 100 évvel ezelőtt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha valaki hordja a keresztet, akkor is, hogyha nincs teljesen tisztában, Hogy ez mit is jelent, de mindenképp nagyon jó, mert keresztények vagyunk. Engem nagyon zavar az a felfogás, ami, hogy is mondjam, hogy csak a tökéletesek, aki mindent tudnak, mindent jól csinálnak, azoké az egyház. Egyáltalán nem így van. Sose volt így. Tehát mindig voltak olyanok, akik kicsit távolabb voltak, vagy hogy egy évben egyszer jöttek, de uram, bocsánat, nagyon jó, legalább jöjjenek, hogy legyen ez a gyökerük, hogy én keresztény vagyok, lehet, hogy nem járok minden vasárnap templomba, bár én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha mindenki járna, de hogy érezze azt, hogy Isten szereti őt is. És nem csak az elité, nem csak a tökéleteseké az egyház, hanem mindenki, az is, aki akár emberi gyengeségből, akár más miatt nem tud, vagy nem érzi a szükséget, hogy mindig a templomba járjon, de Krisztus őértük is meghalt, az Isten őket is szereti. És én azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, hogyha legalább ennyi van, és bárcsak lenne még több kereszt, amit lehet látni. Menjünk akkor vissza azért a gyakorlati részéhez. Virágvasárnap már egy rendkívüli történettel kezdődik, úgymond, hiszen a legtöbb templomban barkát vagy pálmaágat szenteltek meg a Szent Mise előtt. Így van, nagyon érdekes, mert hogyha Ha úgy végezték el, hogy a misekönyv is leírja, akkor ugye volt a barka szentelés, vagy a pálma szentelés, és előtte volt egy evangéliumi rész, ami Jézus jeruzsálemi bevonulásának az ünnepe, amikor ugye az van az evangéliumban, egy szamárcsikó hátán van, egy szamárcsikó, azért a tanítványok elmennek, és annak a hátán Jézus beszamaragol, belovagol,
Jeruzsálembe. És ez egy prófétai jel volt. És nem hiába, hogy a zsidó főpapok és írástudók ettől nagyon mérgesek lettek, mert van egy ilyen rész, hogy amikor Dávid király már nagyon öreg, az egyik fia próbálja tőle elorozni a királyságot, de Dávid király Salamont akarja királynak, és végül is azt a tanácsot adja, hogy Salamon egy szamár csikó hátán lovagoljon be, vagy menjen be Jeruzsálembe. És ez nagyon fontos, ez egy profétai jel volt. Azt jelentette, hogy ő a király. És amikor ez a másik fiú, aki el akart orozni a királyságot, meglátja, hogy Salamon így jön be a szamár csikó hátán, rögtön elmenekül. Mert tudta, hogy olyan profétai jel, aminek ő nem tud ellene mondani. És amikor Jézus a szamár csikó hátán belovagolt Jeruzsálembe, a nép elkezdett énekelni Hozsanna Dávid fiának, ugye a messiás király Dávid fia, hát akkor mindenki, a főemberek úgy érezték, hogy na most ennél több már nem kell. Mert úgy jött be, mint király, mint a messiás király. Egyszerűen, de ezzel a profétai jellel. És ezzel a profétai jellel kezdődik meg a virágvasárnap, és utána ugye elhangzik a passió is, ami nagyon érdekes, hogyha végigolvassuk ennek a jeruzsálemi bevonulásnak a részét, akkor az, hogy Jézus bevonul, a nép tömegek vannak ott, az ágokat dobják, a ruhákat leterítik a lába elé, virágokat szórnak eléje, bemegy Jézus a templomba, körülmegy, vagy körülnéz, és utána visszamegy, ha jól emlékszem, a Getsemáni kertbe, és valami ilyesmi van János evangéliumánál, hogy nagyon jól tudta, hogy mi van az emberben, nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa arról, mi van az emberben. Tudta az, hogy ez egész felhajtás semmi. Ez a nép, aki ma éhezett, aki ma tapsolt, néhány nap múlva azt fogja kiabálni, hogy keresztre vele feszítsd meg. Ugyanezek az emberek. Tehát amikor ő megtette ezt a profétai jelet, utána tudta, hogy ez a siker, ami őt övezte, ez semmit nem jelent. És utána, lehet, hogy pontosan ezért van a passió, mint egy kontrasztként, hogy ő nagyon jól tudta, hogy ami emberileg nézve egy siker lett volna, hogy végre elfogadják, mert igazából a jeruzsálemi főpapnak lett volna a tisztje az, hogy felismeri, hogy maga Isten jött el. És a nép valamilyen módon ezt megérezte. Bár ott volt ugye ez az időszak, mert egy olyan időszak volt, amikor Jézus jött, hogy már nagyon érezték a tanítványok is, már hallották, már jöttek az információk, hogy meg akarják ölni Jézust. És ők is nagyon féltek. És itt a nép is ebbe a feszültségbe, ebbe a várakozásba volt, és sokszor így, amikor az ember ilyen feszültségbe, várakozásba van, akkor két véglet között van, itt pont az jött ki, hogy mennyire örülnek, hogy úgy látszik, hogy mégis ő a messiás, de utána, és akkor megjelenik a kereszt. A virágvasárnapi olvasmányokban a szenvedés és a kereszt. Hogy Jézus nagyon jól tudta, hogy ezért az óráért jött el. És ez a kettő szerintem így együtt alkot egy egészet. És így kezdjük el a nagy hetet, és nagy csütörtökön kezdődik a papság ünnepével a szertartások sora. Krizmaszentelés. Ez olívaolaj, tehát ezek az olajok olívaolaj, tiszta olívaolaj, és amennyire én láttam, nagyon finom rózsaolajjal van elkereve itt a bazilikában. Ha jól tudom, a keleten a keresztényeknél, ahol sokkal több fűszer, sokkal több illatszer van, ott azért mást is hozzáraknak, de alapvetően az olívaolaj az anyaga ezeknek a szent olajoknak. És ez a Krisztus papi, profétai és királyi méltóságában részesülünk a keresztség által, és ezek az olajok erre szolgálnak, a betegek kenete, mondjuk egy kicsit más, hogy Krisztusnak ezt a méltóságát minden keresztény mi is megkapjuk. Így a kereszteléskor is, ugye a gyermeket megkenjük először a katekumenek olajával, a hittanulók olajával, és utána a krizmával. És maga a krizma volt az, amivel a papokat, a profétákat és a királyokat felkenték. Akkor először van ugye ez a papság ünnepe, és este pedig van az oltári szentség alapításának az ünnepe, hát ami külön egy, hogy is mondjam, sokrétű ünnep.
maga az oltári szentség, maga az eukarisztia, a szentmise, és utána van a lábonzsás szertartása is, ami nekem nagyon érdekesen, erről olvastam egy nagyon jót, hogy ugye a 4. századtól kezdve van ez, hogy a lábonzsás szertartása megjelenik a nagy csütörtöki ünnepen, és ez úgy van bemutatva, mint Jézusnak egy különleges, alázatos, szeretetteljes tette a tanítványokkal szemben. Ami biztos így is van, de egy nagyon érdekes dolgot olvastam, ami azt írja le, hogy az író szerint, aki Tommaso Federici volt, hogy ez inkább a papságra való felszentelés volt. Tehát az Ószövetségben a papokat, mielőtt nem tudom, erre a funkcióra felszentelték volna, több minden volt, most nem akarom részletezni, még nem is emlékszem rá, de az egyik az volt, hogy meg kellett őket mosni, mosakodni. És amikor Péternek meg akarja mosni Jézus a lábát, először Péter nem akarja engedni, mert nem tudja, miről van szó, és akkor utána mondja Jézus, hogy ha nem mosom meg a lábadat, akkor nem vagy közösségbe velem. Nem tartozol hozzám. És akkor utána mondja Péter, hogy akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet, meg minden. És ez a tanulmány szerint azt mondja, hogy ez Péter megértette, hogy egy bizonyos fajta, mint a papi tisztségre való felkészítés volt ez, megszentelése, mert ott a papokat teljesen, papoknak meg kellett mosakodni. Teljes egészében. De mondom, ez egy tanulmány, tehát ez nem azt mondom, hogy senki sem mondja azt, hogy ez biztosan így volt, de nem véletlen, hogy a nagycsütörtökkel van a papságnak is az ünnepe. Mert ezek a tanítványok végül is innen vették azt a hatalmat, hogy utána ők maguk is az eukarisztiát bemutathassák, ahogy ők Jézustól kapták. Szóval ez egy nagyon szép ünnep, különösen az, amikor ugye délelőtt van a papi fogadalmak megújítása. Anyukám mondta, hogy meg kell köszönnöm a bíboros atyának, hogy felszentelt, és így is van, mert nagyon hálás vagyok, hogy ő volt az, aki felszentelt engem papá. És valóban ilyenkor mindannyian ezeket az ígéreteket, amikor a szentelésköt is tettünk, akkor úgy megújítjuk, és akkor szerintem ez egy nagyon szép dolog, mert a püspök, mint az apostol utóda, és mi papok vagyunk az ő munkatársai. Akkor ez egy nagyon jó dolog látni azt, hogy az egyházban van ez az egység. Hát nagy péntek, az pedig már az előjele a nagy szombatnak, hiszen nagy pénteken ünnepeljük Jézus kereszthalálát, és ugye ez is érdekesen alakul azóta, amióta munkaszüneti nap, hiszen akkor a liturgiát már nem este tartják általában. Hát igen, van egy lehetőség nem este tartani, bár ez, hogy munkaszüneti nap nem biztos, hogy annyira jó, mert ilyenkor például Budapest kívülről. Tehát ez annyiból jó, hogy szerintem ilyenkor a Budapesten kívüli plébániákon, vagy a üdülőhely közepén, akkor van egy ilyen létszám növekedés, Budapest ilyenkor kívülről. De alapvetően ugye az lenne, hogy nagyjából akkor, amikor Krisztus meghalt, 3 óra körül kellene a keresztutat járni, és akkor utána van a nagypénteki szertartás. Úgyhogy ez mindenkinek szerintem egy nagyon jó lehetőséget ad, és ez a Szent Három Nap, ez a Szent Tridum, ez egy nagyon jó lehetőség. Én azt javaslom mindenkinek, mert ez plébániától függ, hogy meg tudják-e tartani az ünnepeket. Például majd lesz, hogy hány olvasmány lesz a nagyszombati vigíliában, ez sok mindentől függ. Tehát lehet, hogy van egy olyan pap, aki 2 vagy 3 vigiliát tart egy szombat este, akkor az biztos, hogy nem tudja azt úgy elvégezni. Vagy valahol, ahol nincs pap. Szóval sok minden nehézség van. De alapvetően én mindenkinek azt javaslom, hogyha van égeliturgikus naptár, adorémusz, vagy bármi, vagy az interneten meg lehet nézni, a nagy péntek olvasmányait, a nagy szombat olvasmányait, a nagy csütörtökét is, hogy otthon együtt imádkozva, átolvasva ezeket az olvasmányokat, egy nagyon nagy segítség. És akkor már ez egy olyan segítség, hogy ott leszünk a Szentmisén, jobban fogjuk érteni az olvasmányokat, jobban tudnak szólni hozzánk, mert ezeknek az olvasmányoknak ez lenne a célja, hogy a mi szívünket nem csak hogy érintse, hanem ez egy teremtő szó
ami az Isten egy új alkotást, egy új teremtést tud a mi szívünkbe véghez vinni. És akkor hogy zajlik a vigília szertartás, ugye, amit már így most mondtad, hogy van azért, reméljük, hogy az atyák nem kell, hogy sokat tartsanak egyszerre, hiszen az lenne az igazi, ha mind a 10 olvasmány, ugye, ha jól tudom, annyi lehet maximum. 9? Az evangélium a 10. És ugye, hogy azért itt elég sok minden más is történik. Tűz, szentelés, ugye a húsvéti gyertya meggyújtása, ez mind-mind egy szép vezérfonalon keresztül halad. Így van. Tehát alapvetően az lenne az ideális, hogy sötétedés beállta után kezdődik, és ez egy egész éjszakán tartó vigília lenne. Ez lenne mondjuk így... Hát egy igazi ünnephez méltó. Egy igazi ünnep. Tehát ez volt a szem előtt azoknak, akik az atyáknak, akik összeállították a misekönyvet, az ünnepeket, az olvasmányokat, hogy egy egész éjszakán tartó virasztás legyen. És hát ez azért is fontos volt az őskeresztényeknek például, mert azt tartották az őskeresztények, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz Krisztus második eljövetele, egy biztos húsvét éjszakáján. És ezért virrasztva akarták várni Krisztus, lehet, hogy most jön el, de ez most is igaz, lehet, hogy ezen az éjszakán jön el Krisztus, és ezért virrasztottak. De ez az ünnep, ugye már nagy csütörtökön is, majd megjelenik ugye a zsidó húsvét, a pászka ünnepe, szoros kapcsolatban van az ószövetségi ünneppel, amit Jézus az utolsó vacsoráján újjáalkotott, mondjuk így. Tehát egy új tartalommal töltötte meg. Nem a régi szövetségről szól, hanem az ő új szövetségéről, ami az ő kereszthalálával és feltámadásával teljesedett be. Tehát kérdeztél, először van ugye a nagy szombat este a tűzszentelés, ez új tűznek a megszentelése, utána a húsvéti gyertya meggyújtása, és akkor az lenne a szép, hogyha van egy elsötétített templom, és akkor megjelenik ez a fény. Egy olyan fény, mint hogy ugye ennek a húsvéti gyertyának a fénye, és nagyon érdekes, a szemünk, amikor hozzászokik a gyertya fényéhez, először talán úgy tűnik, hogy ez nem sok. De utána bevilágítja az egész termet, az egész templomot, ez a fény, és ez jelenti az ember helyzetét az életben, és hogy mi az, ami megvilágítja a mi életünket, Krisztus feltámadása. Ami értelmet ad, ízt ad mindennek, ami történik az életünkben. És akkor így, ez olyan, mint a tűzoszlop, mert a zsidó népet, ugye ezekben a napokban a hétköznapi olvasmányok is, meg a zsolozsmának az olvasmánya is a kivonulásról szóltak, és a pusztai vándorlásról. És akkor ott, amikor a zsidó nép vándorolt a pusztába, nappal egy füstoszlop járt előttük, és éjszaka pedig egy tűzoszlop, ami védte mutatta, hogy merre kell menniük. És így, mint egy ilyen tűzoszlop jelenik meg a húsvéti gyertya, ami Krisztus feltámadásának a fénye, és akkor utána jön majd, hogy a pap vagy a diakónus elénekli az exultetet, ami egy gyönyörű, szép ének, egy hálaadó ének. És ebben az énekben ezt is nagyon érdemes elolvasni, ezt az éneket. Van egy nagyon szép rész, hogy ó, szerencsés vétek, amely ilyen fölséges megváltott érdemelt, mert ha nem lett volna Ádám bűne, akkor nem lett volna Krisztus az a bűnének, a váltságának a díja. Valahogy így van. És ez egy nagyon mély gondolat. És nem hiába, hogy ezen a húsvéti éjszakán ezzel az öröménekkel kezdődik, hogy valóban egyrészt van Ádám bűne. Hát Ádám és Éva maga az embert jelképezi, az ő bűne, amit mindannyian hordozunk magunkba, ami az alapvető kételkedés Isten hűségét, jóságát illetően, ezt minden ember magában hordozza, ahogy volt egy ilyen, egy ismerősöm mesélte, hogy nagy családosok voltak, végre vettek egy 7 személyes autót, nagyon örültek, és harmadik nap reggel már csak a hűlt helyét látták. Tehát akkor, amikor ilyen történik az emberrel, nem rögtön a hálaadás és a dicséret az első, ami eszébe jut. Nem is beszélve, hogyha egy komolyan betegség látogat meg minket, az emberben ez az eredeti bűn következik, mindig van egy kételkedés Istennel szemben, ha az élete olyan módon megy, amit ő nem szeretne.
Ez az alapvető kételkedés. És ez Ádámtól örököltük. És Krisztus jött az ember szívét, az ember szívéből az ördögnek a hatalmát, magát az ördögöt kihúzni, mert ez itt van a szívünkben, ez a kételkedés Isten szeretete felől. És ezért jött Krisztus, és itt egyrészt, hogyha az ember komolyan nézi, hogy sok ember talán úgy van vele, hogy ezt meg ezt csináltam az életemben, nem vagyok büszke rá, de ez van. Isten mit tud velem csinálni? És ez egy nagyon jó hír az ő számukra is, mert ha Ádám és Éva bűnéből az Isten ezt hozta fel, hogy nekünk a bűnök bocsánat és az örök életre ajándékozza, akkor nincs elveszett ember. Tehát ez mindannyian szól, mert Ádámon, Pál apostol mondja, hogy Ádámban mindannyian vétkeztünk. És ezt magunkban hordozunk. De Krisztus volt az, aki az ő kereszthalálával magára vette a mi bűneinket, a kereszten elpusztította, és a feltámadásával megnyitotta nekünk az örök élet útját. Nem akarok nagyon előre menni, de nagy szombat, amikor nincs igazából semmi, az ennek az ünnepe, amikor Krisztus leszállt a pokolra, és megnyitotta a poklot. Azoknak, akik igazak voltak, az igazakat, Ádámot, Évát, az igazakat kiszabadította a pokolból. Tehát ez volt, ami a keleti egyházakban nagyobb ünnep, mint nálunk, egy fontos ünnep, hogy Krisztus kiszabadította a pokolban lévőket. Na most akkor még csak a húsvéti gyertyánál tartunk. De szerintem most már időnk nem lesz tovább végigmenni a liturgián, viszont azon gondolkozom, hogy erről még beszélgessünk, és tényleg érdemes végigvenni az összes liturgiát így, mert hogy nagyon sokat tudnánk erről. Egy dolgot. Igen, de azért még a... Egy dolgot, ami fontos, mert lesz, ez az olvasmány Izsák feláldozásáról, amikor Ábrahámot kéri az Isten, hogy áldozza fel azt a fiát, aki öregségébe született, és ez nagyon érdekes, mert ezt érdemes együtt venni azzal, amit Pál apostol mond Ábrahámról, hogy Ábrahám hitt abban, mondja Pál apostol, hogy Isten képes feltámasztani a halottakat. Nem azért akarta feláldozni Izsákot, a fiát, mert azt gondolt, hogy Istennek bármiféle ilyen emberáldozatra szüksége van, hanem azért, mert Isten előtte megígérte, hogy Izsákon keresztül nagy néppé lesz. És Ábrahám azt mondta, hogy az Isten, amit mond, azt megtartja. Ha azt mondta, hogy ezen a gyermeken keresztül nagy néppé fog tenni, és most azt kéri tőlem, hogy áldozzam fel ezt a fiút, az azt jelenti, hogy fel fogja támasztani. Mert Isten az ígéreteit nem vonja vissza. És ezért ő a hit atya. Mert tudta, hogy Isten jó. Tehát nem azért volt ez az áldozat, hogy Isten kér valami borzasztót tőlünk, és nem értjük meg, sem, nem tudjuk, de megtesszük, hanem volt benne ez a teljes szeretet és bizalom az Isten iránt, hogy amit ígért az Isten, azt meg is fogja tenni. És tudta, hogy az Istennek nincs szüksége semmiféle ilyen áldozatra. Még nagyon sokat kérdeznék tőled, és hallgatnálak is, de most... el kell, hogy köszönjünk, de áprilisban folytatjuk majd mindenképpen. Addig pedig áldott szép Szent Háromnapot kívánok neked. Áldott húsvétot kívánok mindenkinek.